16 főt érint Vásárosnaménban a gólyafészek elnevezésű projekt. A cél, hogy a településről leszármazott fiatalok hazatérjenek, illetve az ott élők is helyben maradjanak ahelyett, hogy elköltöznének a településről. 5 lakást alakítanak ki, további 3, már meglévőt pedig felújítanak azért, hogy fiatal párok vagy családok vehessék igénybe pár évig. Szeretnénk azt, hogy azok a fiatalok, akik tanultak egyetemeken, főiskolákon, tudással fölpallírozva visszatérnének, itt kapnának megfelelő munkalehetőséget, megélhetést, és ezáltal letelepedést. Ez a projekt pontosan azt a célt szolgálja, hogy aki esetleg abban gondolkodott, hogy elhagyja a várost, vagy esetleg most már olyan ismereteket szerzett, ami alapján szétnéz az országban, az ne is gondolkodjon azon, hogy máshová megy, hanem ide visszatér. A gólyafészek projekt része annak az országos programnak, amiben a szülőföldjükről elszármazott 18 és 35 év közötti fiatalokat hívnák haza, illetve az ott élőket segítenék. Novák Katalin, család és ifjúságügyet felelős államtitkár azt mondta, összesen 11 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 66 települést támogatnak. Azért indítottuk el ezt az Esély Otthon programot, mert szeretnénk, hogyha a vidéki Magyarország minél vonzóbb lenne a fiatalok számára, azoknak a fiataloknak is, akik ott élnek most is, és valahol vidéken születtek, vidékről származnak, ott él a családjuk, ez az ő számukra is legyen vonzó ott maradni, legyen perspektíva az ott maradásban, és azoknak is, akik elmentek ugyan, mert máshol tanultak, vagy máshol próbáltak szerencsét, máshol vállaltak munkát, azok is visszamenjenek a saját szülőföldjükre, a saját településükre, vagy éppen nem is feltétlenül a sajátjukra, hanem keressenek egy olyan területet a vidéki Magyarországon, ahol megtalálják a boldogulásukat. Az otthon és munkahelyteremtés mellett a közösségteremtést is támogatja a pályázat. Azok tudnak ezen a pályázaton részt venni, akik támogatottként a munka és az otthon biztosítása fejében hajlandók építeni a helyi közösséget is. Itt lokálpatrióta fiatalok laknak. Tehát nagyon gyakori az egyébként, hogy úgy gondolja, hogy elmegy a nagyvilágba, felköltözik Budapestre szerencsét próbálni, de a európai személytelen közeg, vagy a budapesti személytelen közeg, az itt innen elszármazott fiatalokat gyakran visszavonza. A nyugati országokban, Nyugat-Európában történő munkavállalásnál pedig rájönnek arra a fiatalok, hogy a munkaerő hiány miatt a dolgozóknak kifizetett munkabér nagysága az már azért lassan közelít a nyugat-európaihoz, és hogyha figyelembe vesszük, hogy itt nyilván albérletet nem fizet, ott fizet albérletet, a megélhetés ott drágább, itt olcsóbb, hogyha több lábon próbál állni egy fiatal, esetlegesen próbál több területen munkát vállalni, amire van lehetősége, akkor azért itt is meg tudja teremteni azt az összeget, ami a számukra, a család fenntartásához, és esetlegesen az építkezéshez elegendő. A programban 50 és 200 millió forint közötti támogatást kapnak a települések. Az Esély Otthon elnevezési projektre eredetileg 10 milliárd forintot szánt a kormány, de a nagy érdeklődés miatt ezt további 1 milliárd forinttal megemelték.